Jó estét kívánok! Önök a Falu TV 15. évfolyamának 14. adását látják. Augusztus utolsó hetében a Feketekőben ünnepélyes keresztszentelésre került sor. A Bajor keresztet Szabó Zoltán plébános úr áldotta meg. Kedves meghívott, megjelent vendégek, köszöntök mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel. A mai keresztavató ünnepségünkön. Engedelmükkel, mivel hogy nem akarok senkit kiemelni, mert itt valamennyien egyformák vagyunk, de engedjék meg mégis, hogy a sokaságból Viszmarci bácsit köszöntsem név szerint, aki Tarján község díszpolgára is egybe, és a kíséretében lévő kedves feleségét, Helma nénit, és az igazgató urakat, akik gondolom már úton vannak és jönnek, akik még kísérték. Hasonló szeretettel köszöntöm Szentner Feri bácsit, és kedves feleségét, kíséretében lévő kislányát. Sajnos Gáspár bácsi nem tudott eljönni, pedig megígérte, de Feri bácsi kimentette. Köszöntöm továbbá Stauffenbergből érkezett vendégeinket, a Staubitz családot, akik most érkeznek és már örömmel integetnek, és vendégeiket. Köszöntöm plébános urunkat,
aki a mai avató ünnepséget elvállalta, ugyanis ma nem csak a kereszt kerül felszentelésre és megáldásra, hanem majd leleplezés után tetszenek látni ez a csodálatos Szent Orbán szobor is. Áldásunkat kérjük a kútra, mindig friss vizet adjon a megfáradt szomjas vándoroknak. Áldásunkat kérjük a pihenőre, amely mindenki pihenője. És engedelmükkel köszöntöm most a Marci bácsi delegációját. Gyalog érkeztek, mert ma inni szeretnének. És megáldásra kerül a ház is, ahol még sok-sok barátot szeretnénk fogadni. Ünnepre gyűltünk össze ma, és köszönöm plébános úr felhívását, a mi meghívásunkat. Itt a présház tulajdonosok, telek tulajdonosok elfogadták. Mint minden jobb helyen, minden jobb faluba, kimegyünk a faluból, vagy bejövünk, találkozunk egy keresztel, szőlőhegyeken is vannak ilyen keresztek, itt a miénkébe hála Istennek már áll egy, és ha minden igaz, a Müller Kati néniék állították annak idején, de mivel a Újszőlőbe is áll egy, ugyan nem olyan híres borvidék, mint ez, ezért mi kettőt állítunk itt, hogy az alvég is olyan jó borral rendelkezzen, mint a felvég. Tehát állítjuk a keresztet, amelyre majd kérjük az atya áldását, és állítjuk, vagy megszenteltetjük a Szent Orbán szobrunkat is. Szent Orbánhoz fohászkodunk majd minden évben, hogy a szőlő munkások a kemény munka után egy eredményes szüretet is tudjanak végezni, hát hogy ehhez kérjük a Szent Orbán közreműködését majd. Van erről több legenda. Ha nagyon jó termést adott, akkor a legjobbik borral szokták lelocsolni, és ha nem, hát akkor megvárják az esőt, és az locsolja le. Ezek fognak történni, és én nem is akarnám a szót szaporítani. Még egyszer köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik eljöttek. Az atya a szertartást meg fogja tenni. Kedves ünneplő testvérek! Tapasztalhatjuk azt, hogy mennyire elvilágiasodott környezetben élünk. Úgymond már semmi sem szent. Mi most épp az ellenkezőjét fogjuk tenni. Áldani fogunk. Mit jelent számunkra az áldás? Az áldás jelenti azt, hogy Isten közénk jön. Az áldás Isten jelenlétére akar minket emlékeztetni. Amikor áldást kérünk, akkor kifejezzük alázatunkat, hogy mi rászorulunk Istennek az áldására. Amikor áldást kérünk, akkor hálát akarunk adni az életért, mert csodálatos dolog az élet. Hálát akarunk adni a verítékes munka gyümölcséért, hálát akarunk adni a dolgozó és adományozó kezekért is. Amikor áldást kérünk, kifejezzük hitünket, és megvalljuk hitünket a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves testvérek, most a kereszt megáldása következik. A kereszt, mint ahogy azt valljuk, az üdvösségünknek a jele. Egy idézet kívánkozik ide, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy mindaz,
aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Kedves testvérek, most pedig hallgassuk meg a Szentírás szavait. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedbe. Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Pilátus katonái csúfütőztek Jézusból, elvezették, hogy keresztre feszítsék. Kényszerítettek egy arra menő embert, Simont, hogy vigye Jézus keresztjét. Majd kivezették arra a helyre, amelynek Golgota a neve. Ott keresztre feszítették. Azután megosztoztak ruháin, és sorshúzással döntve, kire mi jusson. Déltájban sötétség támadt az egész földön. Délután 3 óra tájban Jézus hangos szóval fölkiáltott. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Az ott állók közül az egyik odafutott, és ecetbe mártott szivacsot nátszára tűzve inni adott neki. Akkor Jézus nagy szóval fölkiáltott, és kilehelte lelkét. Ezek az evangélium igéi. Hálunk téged, Krisztus! Testvéreim, imádkozzunk mennyei atyánkhoz, hogy üdvözítőnk értünk vállalt szenvedése szolgáljon mindnyájunk üdvösségére. Az elimádkozott részre válaszoljuk, majd közösen kérünk téged, hallgass meg minket. Tisztítsd meg lelkünket, Urunk, szent véred által, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szent kereszted legyen az egész világ számára a béke és a szeretet záloga. Hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szent keresztedből állás és kegyelm áradjon családjaink mind nap életére. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Áld meg mindazokat, akik e szent kereszt létrejöttért áldozatot vállaltak. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Áld meg mindazokat, akik e szent keresztre nézve hitüknek jelét adva köszöntenek. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Legyen a Szent Kereszt a haldoklók vigasza és reménysége. Hallgass meg, Urunk! Mindenható Istenünk, ős szüleink elvesztették kegyelmed ajándékát, amikor parancsodat megszegték. A paradicsom kert fája, a romlás fája lett számunkra. De te, Istenünk, kijelölted a keresztfáját, hogy rajta szent fiat kínhalált szenvedve visszaszerezze az örök életet nekünk. A Szent Kereszt a mi hitünk jelvénye, és az és az irántunk tanúsított szeretetnek a csodálatos záloga. Csókoljuk, ó Úrunk, drága keresztfádon, amelyen kegyetlen kínozták szent testet, amelyet szent drága vére feste. Most mi is ezért fogjuk megáldani ezt a szobrot, hogy rátekintve mi is kérjük Szent Orbánnak a közbenjárását. De vajon ki ez a szent? 3. században élt szent életű pápa, aki oly annyira szerette az ő mesterét, Jézus Krisztust, hogy az életét adta érte.
Vigyázz! Szent Orbán pápa, könyörög érettünk. Tisztelt jelenlévők! Miután az Atya megszentelte és megáldotta itt keresztet, kutat, Szent Orbánt és a pihenőt, engedjék meg, mivel most már látjuk a leleplezett műveket, hogy bemutassam Mózer Ernő urat. Gyere közelem. Ő a fafaragó művész, aki ezeket az alkotásokat produkálta. A kutat és a pihenőt a Szalcinger Feri műhelyéből hoztuk. Ferit is meghívtuk, nem tudom, itt van-e a tömegbe. Igen, köszönjük a Ferit is. Ő alkotása is csodálatos. Úgyhogy bízom benne, hogy művész úr és a Feri még sok-sok ilyen szép produktumot fog majd prezentálni. Köszönjük szépen még egyszer. Kedves testvérek, az áldások a szentelmények végén, most meg fogom áldani polgármester úrnak a présházát. Amikor erre az épületre kérjük az áldást, azt kérjük, hogy az Úr Jézus a mindennapjainkban is legyen jelen. Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus! Alázattal lépjük át a hajlék küszöbét. A megáldott házakat, kedves testvérek, már ősidőktől kezdve felirattal látták el. Én is most sárga krétával megjelölöm ezt a házat, hogy az Úr 2006. esztendejében meg lett áldva. Fölírtam az idei évet, 2006-ot írunk, és három betűt. Régen, amikor a házakat megáldották, a következő felirat állt. Nem csak a dátum, hanem fölírták Christus Mansionem Benedikat, azaz Krisztus áldja meg ezt a hajlékot. A későbbiek során, amikor már mindenki tudta, hogy mit jelent ez, a rövid mondatból mindössze három betű maradt meg. A szavak kezdő betűi. És ezt láthatjuk itt is. A C, tehát Krisztus, a M betű, Mansionem, hajlék, Benedikat áldja meg. Tehát a fölirat 2006, Krisztus áldja meg ezt a hajlékot. Kedves testvérek, a szentelmények végén imádkozzunk együtt úgy, ahogy Jézus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, a záró áldás és a záró ének előtt néhány gondolat a mai ünnephez. Bárki érkezik a völgyből ide föl a fekete kőre, látni fogja a gyönyörű szép bajor keresztet. Látni fogják Szent Orbánnak a szobrát, látják a kutat és a mindenki pihenőjét. Bárki is jön, azt fogja érezni, azt fogja tapasztalni, jó ide megérkezni.
jó itt lenni. Miért? Mert ott, ahol az emberek szeretik az Úr Jézust, és tisztelik Szent Orbánt, ott csak jó emberek lehetnek. Ezek a szentelmények, kedves testvérek, emlékeztessenek egyrészről minket, másrészről pedig buzdítsanak minket a szeretet gyakorlására. Jézus mondta, szeressétek egymást úgy, ahogy én szerettelek titeket. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedben. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szép avató ünnepség véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Kérem, hallgassák meg Király Lászlóné felhívását, aki régi munkástanács tagokat szeretne felkutatni a faluban, akik november 11-én Budapesten a jubileumi ünnepségen képviselnék községünket. Király Lászlóné vagyok, Budapesten dolgozom munkástanácsok szervezés és információs ügyvivőjeként, immáron 10. éve. A legfontosabb, ami a számomra a legfontosabb, az emberek érdekképviselete. Teljesen mindegy, hogy munkavállaló, mindegy, hogy nyugdíjas, mindegy, hogy munkanélküli. Én úgy érzem, hogy az embereket minden formában képviselni kell. Akár így, akár úgy, mi viszont azért vagyunk, hogy tegyünk értük. A mostani megszorító csomagok, meg egyebek bizony igencsak érintik, nem csak a munkavállalókat, a nyugdíjasokat is, mint ahogy elmondtam, az összes létező embert. Úgy tudom, hogy már nagyon régóta sokat tett a munkásokért. Biztos sokan hallották meg ezt a nevet, Király Lászlóné brikettgyár. Nagyon sok tarjáni dolgozott a brikettgyárba, onnan ismerhetik az ön nevét. Erről egy kicsit mesélne. Igen, ez így van, rengeteg tarjáni kollégám van, aki valamikor a brikettgyárban dolgozott, most szanaszét vannak ezek az emberek. Nekem is mióta Tarjánban lakom, nem régen, augusztus 20-ától lakom itt. Ez annyit jelent, hogy igyekszem őket megkeresni. De nem csak őket, hanem ami most a legfontosabb, az 56-osokat, és főleg az 56-os munkástanácsosokat szeretném megkeresni, hiszen 56-ot mi is ünnepeljük, és 56-nak megpróbálunk valamilyen, hadd ne mondjam azt, hogy utódai, mert ezt ki sem merem mondani, hiszen ők azért már olyan emberek, akik után mi nem igazán lehetnénk utódok, tehát megpróbálunk valamilyen formában nyomdokaikba lépni, tiszteljük, szeretjük őket, szeretnénk megtalálni őket, együtt ünnepelni velük, és inkább nem azt mondom, hogy ünnepelni, hanem emlékezni róluk, emlékezni velük erről az 56-ról. Nagyon sok fiatal talán nem érti, hogy, tehát, hogy végülis 56 és munkástanács hogy kapcsolódik egymáshoz, ha ezt elmagyarázna a kedves fiatal nézőinknek. A fiatal nézőknek annyit tudok mondani, hogy nagyon jól tudjuk, hogy mit jelentett 56. Kérdezzék az idősebb embereket, kérdezzék az öregeket. 56 népfelkelés volt. 56-os munkástanácsosok közül nagyon sokan meghaltak, nagyon sokat kivégeztek. Pontosan azért az eszméért, és pontosan azért, hogy ezek az emberek a többiért próbáltak megharcolni. Mi ugyanezt igyekszünk megtenni az emberekért most is. Azelőtt is, mióta én vagyok, nekem, én megmondom őszintén, hogy én örülök a legjobban, hogy ezt a hivatást végezhetem, amiben vagyok, mert mindig is az életem az emberek voltak. Tehát nekem ez fontos. A mai napig is, és amíg élek talán mindaddig, hiszen a brikettgyári történet is meg tudtam mondani, hogy akkor is igyekeztem sokat tenni értük, majdnem az életem ment rá, de ez érdekel a legkevésbé.
A legnagyobb probléma az, hogy ez mellett mégsem tudtam tenni annyit, mint amennyit kellett volna. Hiszen az akkori kormány, az akkori hatalom nem lépett bele ebbe az ügybe. Nagyon sok ember tönkrement, nagyon sokan meghaltak, és nem szeretném, hogy ez még egyszer előforduljon. De sajnos a munkahelyeken látni lehet, hogy ez így van. Ezt szeretném kiküszöbölni, és ez lenne a legfontosabb, hogy ezeknek az embereknek valamilyen formába össze kell fogni. A mai fiatalok meg jó lenne, hogyha érdeklődnének, jó lenne, ha elgondolkodnának azon, hogy mi volt akkor, mert soha nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, és hogy elnézem, sajnos a jövő ugyanazt hoz a jelen pillanatban, mint ami a múlt volt, tehát a múltról nem szabad elfeledkezni. Ön a brikettgyárban dolgozott nagyon sok tarjánival együtt. Biztos nagyon sok olyan embert ismer, aki a munkástanács tagja volt. Mi a kérése feléjük, hol jelentkezhetnek és milyen programot szerveznek számukra? A programról, mint ahogy elmondtam, évente mi ünnepeljük az 56-osokat megyéinkben, hiszen a munkástanácsok minden megyében megjelent, és a megyei vezetőink megkeresik az 56-osokat. Én, mivel Komárom Esztergom megyébe lakom, Tarjánban jelen pillanatban, én itt helyben is szeretném megtalálni az 56-osokat. Mikor én a brikettgyárban dolgoztam, én elég későn, tehát a 90-es évektől vagyok munkástanács tag, akkor én még az 56-osokról, igazán 56-os munkástanácsokról még nem igazán hallottam, nem igazán tudtam, hogy van ilyen, inkább így mondanám. Aztán a későbbi évek folyamán, ahogy én belekerültem ebbe a szervezeti dologba, munkástanácsok, mint szakszervezet szervezeti dolgaiba, akkor kezdtem el én magam is szervezni és keresni ezeket az embereket. Nagyon sok 56-os van. Nagyon sokan azt mondják, hogy hú, én voltam a legnagyobb 56-os. Ezt meg kell nézni. Meg kell nézni azért, hiszen tudjuk, hogy az igazi 56-os munkástanácsosok, akik jelenleg most olyan 70-80 év körüliek. Én ezeket az embereket keresem, akik még élnek. Egyszer szervezünk nekik megemlékezési ünnepségeket a megyékben, aztán szervezünk november 11-én a MOM székházban, ami közös ünneplés lesz, és egy Tarjánban is össze tudnám szedni ezeket az embereket, nagyon szívesen egy busszal fölvinném őket a MOM székházba. Egy közös megemlékezésre. Ott lesz a Rácz Sándor, aki az 56-os munkás mozgalomnak ugye egy fontos személyisége, hiszen a vezére volt. Tehát én erre szeretném felhívni a tarjáni lakosok figyelmét, hogy próbáljanak meg nekem segíteni, keressenek bennünket. Az én telefonszámom nem titok, bárkinek elmondom, 30-as, 552 2076, ezen a telefonszámon bárki megkeresett ebben az ügyben, én állok rendelkezésére, ha kell, kimegyek személyesen hozzá egy elbeszélgetésre, és természetesen vinném magammal, ha egy mód van rá Budapestre a megemlékezésre. Ön nem régóta költözött Tarjánba, biztos tudja, hogy Tarján egy kicsit úgy pártoktól mentes, például mostani polgármester jelölteknek is mindenki függetlenként indul. Egy kicsit nem félnek az embereket, hogy munkástanács, tehát nem kapcsolódik semmilyen párthoz? Gyakorlatilag párthoz nem kapcsolódunk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy munkástanácsokon belül is mindenki szabadon rendelkezik a sorsáról. Tehát ha valaki valamilyen pártba benne van, mi azt nem ellenezhetjük, hiszen nem tilthatjuk senkinek. Mindenki a saját meggyőződése szerint él. És én magam is úgy vagyok, ha valaki azt mondja, hogy ő tartozik ehhez a párthoz, vagy ahhoz a párthoz, de nem az a fő célja, én elfogadom. És nem csak én, hanem a szervezetünk is. Nem ez a lényeg. Valóban önnek igaza van, amikor azt kérdezi, hogy kapcsolódik, vagy nem kapcsolódik. Hosszú éveken keresztül arról volt szó, hogy magyarázzuk meg, hogy mi az a munkástanácsok, mert összekeverték a munkáspárttal. A kettőnek semmi köze egymáshoz. A munkáspárt az egy párt. A munkástanácsok országos szövetsége az pedig egy szakszervezet, egy érdekképviselet és egy keresztény szakszervezet. Említette, hogy augusztus 20-a körül költöztek ki Tarjánba. Azelőtt hol élte? Hol élt? Tatabányán, hiszen ott is születtem. 1953-ban, bizony most már én se mai gyerek vagyok. 1953-ban ott végeztem az iskoláimat is. És én
most augusztusban kényszerültem arra, hogy Tatabányáról eljöjjek, és augusztus 20-ától, ez év augusztus 20-ától lakom itt Tarjánban, ahol el kell mondjam, nagyon jól érzem magam. Épp ezt akartam kérdezni, hogy a városi környezet után hogy tetszik a Tarján környezete, tehát milyenek az emberek itt, mi a különbség Tatabánya és Tarján között? Mivel én járom az országot, és több utam vezetett annak idején is Tarjánon keresztül, tehát nekem nem új Tarján, nagyon sokat mentem itt végig, nagyon sokat mentem a falun keresztül utazásom folyamán, és meg kell mondjam, mikor megtudtam, hogy itt van egy olyan lehetőség, hogy ide ki tudok jönni, boldog voltam és örültem, hiszen Tatabányától nem esik messze, mert én nem igazán vándorló típus vagyok, ugyanúgy a megyébe maradtam, Tatabányától nem messze, de örülök, hogy faluba költöztem, mert nyugodt, csendes, tiszta környék, ahol lehet gondolkodni, ahol lehet beszélgetni, ahol az emberekkel együtt lehet élni, és én ennek kimondottam, nagyon örülök. Megszívlelendő volt ez a mai beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm Király Lászlónak, hogy elvállalta azt, hogy a Falu TV kamerája elé áll, és esetleg, ha még egyszer elmondaná azt, hogy kiket szeretne a faluba felkeresni. Hát elsősorban az 56-osokat, ővelük szeretnék beszélgetni, és az 56-osokból is a munkástanácsosokat. De ez nem zárja ki azt, hogy az összes többi 56-os összejöjjön. Én csak ezeket szeretném a megemlékezésre elvinni, és a megemlékezésen egy kis ajándékkal megjutalmazni őket. Köszönöm szépen a beszélgetést, és munkájához jó egészséget, és reméljük sok sikert kívánhatok. Én is köszönöm a lehetőséget, üdvözlök mindenkit, és tisztelettel várom a telefonokat. A Tatai utca végén található szintén egy régi kereszt Benne Mária szoborra. 70 család összefogásával szépült meg a festmény és a kereszt. Közelítenünk, ahogy a tegnap megyen a mába. Kedves jelenlévők, tisztelt aljániak, tisztelt máshonnan érkezők, úgy gondolom, hogy ennél tömörebben és lényegre látóbban nem lehet megfogalmazni azt, amit Veres Péter írt, hogy aki a jövőbe vetett hittel él, annak meg kell őriznie a múlt értékeit most, a mában. Úgy gondolom, hogy így gondolkodott valamikor a múlt évszázad fordulója táján is idősebb Szalcinger János, amikor a Kent család földjeinek határmezsgyéjére engedélyt kérve egy fakeresztet állított. Értéket kívánt őrizni. Nem feltétlenül tárgyi értéket, de értékrendet, hitbéli, erkölcsbéli értékrendet ezáltal. Hiszen jól tudjuk, hogy amikor eleink elhagyták lakóhelyüket, kimentek a faluból, akár távolabbra, akár csak a helyi földekre dolgozni, tennivalóikat intézni, mindig elhaladhattak egy feszület, egy szobor, vagy egy szentkép mellett, és tudhatták, akár ha nem is egyedül indultak útnak, hogy nincsenek egyedül. Úgy gondolom, hogy ezt az elvet tartotta szem előtt a keresztet állító fia, ifjabb Szalcinger János is. Amikor az első világégésből hazatérve
idő előtt leszerelve egy hátlövéssel a háta, egy lövéssel a hátában elhatározta, hogy egy vasúti szerencsétlenségben elhunyt szülei emlékét megőrizve, és ezt az értékrendet továbbvéve a fakereszt helyén egy kőoszlopot, egy Mária képet állít. Ahogy szüleinek neki sem volt könnyű, hiszen szülei is hadgyermeket neveltek, ő is hasonló nagy családnak örülhetett. És hát az élet akkor sem volt könnyű. Ez az elhatározás 1937-ben válhatott valóra, amint ezen az oszlopon, az oszlopnak a tükrén látható dátum is jelzi. Bár úgy gondolhatjuk, hogy ez az oszlop nem nagyon hosszú múltra tekint vissza, azért a sors sokszor megtépázta. A második világégésben felborították, fellöpték, három darabra törve vitték el innen, és úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik visszahozták ide és felállították, azokhoz hasonlóan, akik az 50-es, 60-as, 70-es vagy 80-as években nem hagyták, hogy az idő martalékává váljon, és valóban jelezzen az utókornak értékrendeket és értékeket, azok lehetővé tették számunkra, hogy most mi gondoljunk arra, hogy megújítsuk ezt a szép emlékhelyet. Engedjék meg, hogy név nélkül szóljak mindazokról, akik lehetővé tették, hogy ez így alakuljon. Azért is, mert hosszú időt venne igénybe, hogy felsoroljam annak a 70 családnak a nevét, aki ebben tett anyagiakkal, fizikai munkával, és akár csak egy fohásszal, vagy egy jó gondolattal. Egy nevet azonban azért engedjenek meg, hogy megemlítsek, hiszen az eredeti kép, amely ebben az oszlopban volt, sajnos annyira megrongálódott, az idő annyira úrrá vált felette, hogy mindenképpen egy új képet kellett elhelyeznünk, és ezt az új képet Kovács Erzsébet asszony készítette. Úgy gondolom, hogy nagy örömünkre szolgál az, hogy egy olyan asszony kezemunkáját őrizhetjük, akinek a kezemunkáival például a Vatikánban is találkozhatunk, hiszen II. János Pálnak is készített magyar szentek sorozatot. Úgy gondolom, hogy ez a megújult oszlop mindenképpen jelzés lehet sokaknak. Akik betérnek a faluba, most már nem a falu szélén tekinthetik meg, hiszen szépül, bővül a településünk, de mindenképpen meglassítja, remélem, az embereket. Ránéznek, és sok mindenre gondolhatnak. Arra, hogy ez a falu mennyire odafigyel az értékeire. Apró dolgokban is jelezni kívánja azt, hogy érző és gondolkodó emberek laknak ebben a faluban. És hát lehet, hogy másoknak még többet jelent, ugyancsak azt, amit idősebb Szalcinger Jánosnak, ha kimegyünk a faluból, érezzük azt, hogy nem vagyunk egyedül. Velünk van a Tarjáni Madonna, és velünk van a gyermek. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te helyesnek tartod, hogy szentjeid képmását szobrok vagy festmények alakjában elkészítsük. Így valahányszor testi szemünkkel képmásukra tekintünk, cselekedeteikről elmélkedve, szent életük példájának követésére buzduljunk. Kérünk, áld meg ezt a képet, amelyet a boldogságos Szűz Máriának, ami Urunk Jézus Krisztus édesanyjának tiszteletére és emlékezetére készítettünk. Add kegyelmedet, hogy aki ezelőtt a kép előtt fiadat könyörgve kéri és tiszteli,
az ő érdemeiért nyerjen oltalmat a földön, és örök dicsőséget a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által. Vége felé. Hálával és köszönettel tartozunk mindenek előtt a Jóistennek, aki megadta nekünk ezt a szép napot, és nekünk adta Jézus szent anyját, az oly nagyon szeretett Máriát, az isteni üdvözítő édesanyját, a mi égi édesanyánkat, aki szeret minket, és gondunkat viseli, pártfogol minket. Hálával és köszönettel tartozunk eleinknek, akik buzgóságból, hitből, mély meggyőződésből állították a szűzanya tiszteletére ezt az emléket. Hálásan köszönöm a 70 családnak a nagylelkű adományát, amelyből megvalósulhatott ez a szép Mária kép és ez az emlék. Megköszönöm a művésznőnek a munkáját is. Ránézve a képre, benne van a hite, a szíve és a buzgósága. Isten fizesse meg. Szűz Mária mennynek királynője, a mi égi édesanyánk, könyörög érettünk. Most pedig a záróének előtt fogadjuk a különleges ünnepi áldást. Az Úr legyen veletek! Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldte el a világnak a megváltás kegyelmét, adja reátok bőséges áldását. Amen. Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét. Ma pedig, amikor az ő ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát. Amen. Áldjon meg benneteket mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek veled áll. Mária, Amen.
utolsó gyűléseiket tartják a képviselőtestületek. A héten rendkívüli adásukban láthatták Tarján község önkormányzatának beszámolóját, és bemutatkoztak a képviselőjelöltek is. A mostani összeállításunkban a megyegyűlés utolsó üléséről láthatnak részleteket, amelyet az Oritel TV készített. A búcsúzás békésen melankolikus hangulata lengte körül a megyegyűlés csütörtökön Tataványán tartott cikluszáró ülését. A közös fotózásra talán nehezebb volt összeterelni a képviselőket, mint aztán alig egy óra alatt megtatni és elfogadni a több mint 20 előterjesztést. A testület tagjai először pénzügyekről tárgyaltak. Elfogadták a megyei önkormányzat első fél évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, mely kiemeli, hogy a likviditási nehézségek ellenére a hivatal és intézményei a kötelező feladatok ellátása mellett megőrizték fizetőképességüket. Módosították a megyegyűlés tagjai a 2006. évi költségvetési rendeletet, melyből kiderül, hogy a megye gazdálkodása takarékos és hatékony volt. Többletbevételekhez jutottak sikeres pályázatok révén, így csökkenhetett az önkormányzati hiány is, mintegy 33,5 millió forinttal. Az én számításaim szerint ez több mint 478 millió forint, ami plusz forrásként jelentkezett. Ebben benne van az is, hogy a megyei önkormányzat hosszú évek óta először sikerrel szerepelt az önhibáján kívül forráshiányos települések pályázatán, és közel 90 millió forint plusz támogatással ismerte el. A képviselők megállapították a jövő évi kéményseprőipari szolgáltatási díjakat, mely közel 7%-os emelést jelent. A pénzügyi bizottság fideszes elnökének az emelés mérséklését szolgáló módosító javaslatát a többség nem támogatta. Megismerték és tudomásul vették a testület tagjai az új megyei területfejlesztési koncepció és program tervezésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint az épülő esztergomi pszichiátriai intézmény beruházás időarányos teljesítéséről szóló képes tájékoztatót. A kivitelezés végső határideje egyébként a jövő év február 28-a. Szó volt az ülésen a Megyei Egyeztető Bizottság elmúlt 4 évi működéséről, a megye középtávú idegenforgalmi programjáról és a megyei önkormányzat 2006. évi nemzetközi kapcsolatairól is. A képviselők döntöttek a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszer 2007. évi fordulójához való csatlakozásról, és megállapították a közgyűlés elnökének ez év második felére vonatkozó jutalmát, mely bruttó 817.870 forint. 3 előterjesztés is érintette a Tatabányai Szent Borbála kórházat. A közgyűlés úgy határozott, hogy újabb nyilvános pályázatot ír ki a több éve üresen álló Ságvári úti, úgynevezett egyes számú telephely egész területének értékesítésére. Most valamilyen oknál fogva fokozott érdeklődés mutatkozik a kórház egyes telephelye iránt. Gyakorlatilag 3 komoly érdeklődő van, és abban bízunk, hogy ugye pályázatot kell ismételten kiírni, törvényünket erre kötelez, hogy sikerül a egyes telephelyről a következő közgyűlésnek értékesítés formájában dönteni. Még egy további egyeztetésre van szükség kimondottan az értékesítés kapcsán, mert van ott egy olyan ingatlan rész, amit Tatabánya megye jogú városé. És ezt, ha mi eladjuk, kórház egészével együtt, akkor bizonyos összeget számukra rendelkezésre kell bocsátani. Már ez az egyeztetés is megtörtént, ez az összegtől függ, hogy mennyi legyen. Tehát ha valami nagyon össze van hangolva, akkor ez most ez. Hozzájárultak a kórház azon elképzeléséhez, hogy betegszállítási pályázatot nyújtsanak be, miután a külső szállító céggel problémái adódtak az intézménynek. Így lehetőség nyílhat arra, hogy a kórház az általa ellátott betegek ki, illetve beszállítását a jövőben saját hatáskörében oldja meg. Jóváhagyták a kórház térítési díjszabályzatának módosítását is, melynek alapján hol emelések, hol csökkenések várhatók, melyről az intézmény ezután szabadon határozhat. Pályázik az önkormányzat a Fejér megyei közgyűléssel közösen az úgynevezett norvég pályázati alaphoz való hozzáféréshez,
melynek célja, hogy támogatást nyújtson a két megyében az önkormányzatok tulajdonában lévő középületek akadálymentesítéséhez. Mai napon úgy döntött a megyei közgyűlés, hogy Fejér megyével együtt megpályáz a norvég alapból egy kb. 500 és 600 millió forint közötti összeget egy olyan két megyében működő alap létrehozására, ami a megyében lévő önkormányzatok és annak intézménynek akadálymentesítésére szolgál. És ezzel eleget teszünk egy olyan kötelezettségnek, ami a megyei önkormányzatoknál ritkán érhető tetten, hogy más települések számára is tudnak valamit nyújtani. A tanácskozás végén zárt ülésen döntöttek a képviselők a Komárom-Esztergom megyéért kitüntető díj és szakmai díj ezévi adományozásáról, melyre várhatóan a decemberi ülésen kerül sor. Az ülés végén Agócs István elnök köszönetet mondott mindenkinek az elmúlt 4 éves munkáért, majd azzal búcsúzott. Az új összetételű megyegyűlés alakuló ülésére várhatóan október 12-én kerül sor. Az iskolai szülői munkaközösség kezdeményezésére játszótér épült az udvaron. Szalcinger Ferenc játékkészítő kisiparos remek munkát végzett. Most hallgassák meg Miskovics Mária iskolaigazgatót, aki köszönetét fejezi ki a támogatóknak. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy tájékoztathatom a kedves nézőket, falu lakosságát arról, hogy mivel gazdagodott iskolánk ettől a tanévtől kezdődően. Ezt azért is köszönöm, mert természetesen nem csak az iskolának köszönhető, az iskola dolgozóinak, hanem mindenkinek, aki közre működött, aki segített, és nem csak a tarjáni lakosságnak, hanem Héregről, Tornyapusztáról, Vértestornáról is kaptunk sok segítséget. A játszótérről mondanék először néhány szót. Régi vágya volt az iskolának, hogy ugye van ez a szép nagy udvar, a zöld udvar, ahol a gyerekek focizhatnak, vagy akár a kosárpalánk alatt játszhatnak. Van egy viszonylag zárt betonudvarunk, és hogy hogyan lehetne szebbé, gyermekbarátabbá tenni ezt a zöld övezetet. Az óvodában látjuk játszani a gyerekeket, és gondoltuk, hogy itt is főleg az alsósoknak szükségük van nagyobb mozgásra, több mozgásfejlesztő játékra, amivel egyáltalán nem is rendelkeztünk. Ezért terveztünk meg, álmodtunk meg egy mászókát, ilyen várjellegű mászkát, kötéllel, amin felmászhatnak, lóbálozhatnak, és ahogy most maga a játék is bebizonyította, hogy ez ennyire így nem elég, a gyerekek szeretnének hintát, talán ezt a közeljövőben meg tudjuk még valósítani. Tehát ezt terveztük a kisebb gyerekeknek, a nagyobbaknak pedig, ahol most élünk, itt a pavilon alatt, akár szabadtéri órát is lehet tartani, addig, ameddig jó idő van, ameddig kellemes az időjárás, természetismeret órán, rajzórán, vagy akár énekórán, osztályfőnöki órán ki lehet ülni, mint ahogy használják is a gyerekek. Az elmúlt 2 hét ezt már bizonyította, hogy jó hasznát tudják venni mind a tanárok, mind a gyerekek. És aminek örülök, hogy az első naptól kezdve annak használják a gyerekek mind a játékot, mind ezt a kis pavilont, amire való, tehát remélem, hogy vigyázni is fognak rá, és egyben marad. Most azért néhány szót szólnék arról is, hogy hogyan készült el, mert maga a terv az mindig szép és jó. Az iskola bejáratánál talán ezt a tablót sikerült is felvenned, amit sokáig lehetett látni. A Szalcinger Ferenc játékkészítőmestertől kaptuk az ajánlatokat. Uniós szabvány szerint készültek ezek a játékok már. De hogy miből teremtsük elő, hát az iskolának erre nem igen van pénze, illetve a fenntartó sem tud az iskolának erre külön pénzfedezetet biztosítani, és úgy gondoltuk mi nevelők, hogy összefogunk, felhívjuk a szülők figyelmét, a tarjáni lakosság, a Héregi és a hozzánk járó gyerekek Vértestornáról, illetve a Tornyóból járó szülők figyelmét, hogy vasgyűjtéssel, illetve egy megrendezett bál befolyt összegéből szeretnénk ezt megvalósítani. Tehát az első ilyen nagyobb akció maga a vasgyűjtés volt, ez év tavaszán. 3 naposra terveztük, és majdnem 2 hétig tartott, amíg jöttek a felajánlások, körbejártuk a falvakat, és igazán sok pénz gyűjt össze a
leadott fémekből, vasakból. Ez volt az egyik részlete, amiből fedezni tudtuk, illetve a másik a maga a bál, a játékokért megrendezett bál, amit szintén áprilisban terveztünk. Itt nagy része volt Palatin Annának, aki sajnos az ott elhagyta iskolánkat, de mint főszervező, mint a bál főszervezője szeretném mindenképp megemlíteni a nevét. Ő fogta össze a szülőket, a szülők közösségét, járták az egész falut Tarjánt, és üzletekben is árulták az úgynevezett támogató jegyeket is, tehát nem csak a báli bevételből, hanem támogató jeggyel is lehetett segíteni ezt az akciót. És azt mondanám, hogy minden fajta segítség nagyon jól jött, akár egy kilós fém vagy vasból kiindulva a legkisebb értékű támogató jegy, és nagyon sokat számított, hogy megvalósítottuk viszonylag rövid időn belül, aminek én is örülök. Ezt igazán én sem hittem tavasszal, hogy szeptember 1-én már így minden állni fog. Nagy része volt természetesen a játékkészítőnek, de a gondnokság dolgozói most is építgetik, alakítgatják még itt a terepet, és igazából még nincs is befejezve, de erről külön szólnék. Tehát mindenképp szeretném köszönetemet kifejezni a nevelőtestület minden dolgozójának, az iskola dolgozóinak, mindenki segített, illetve a szülői közösségnek, akik nagyon nagy segítséget nyújtottak abban, hogy megszerveződött, létrejött maga a vasgyűjtés, illetve maga a bál, és abból a befolyt bevételből meg tudtuk építeni. Itt körülnézve az udvaron lehetne természetesen tovább szépíteni mind a füves udvart, mind a belső udvart. A belső udvarnál újra megemlíteném, hogy azok a zöld padok, amiket tavaly kaptunk Prémából télen, nagyon szépek, és úgy tűnik a gyerekek is vigyáznak rá. Néha fel kell hívni a figyelmüket, hogy mire is való, hogy a lábukat azért ne tegyék fel, de rendbontás nem igen szokott előfordulni. És természetesen tervek mindig vannak, a tervek megvalósítása mindig pénzfüggő. Olyat terveztünk, Szalcinger Ferivel is megbeszéltük, hogy van a bicikli tároló, ahol most nagyon szép rendben állnak a kerékpárok, afölé szeretnénk egy tetőt építetni, és hogy harmonizáljon a játékkal, illetve ezzel a pavilonnal valami hasonló jellegűt, és pénzben elérhetőt, megfizethetőt. Illetve ami a legfontosabb, ami még a bicikli tárolót is megelőzi, ez egy ilyen védő rétegnek nevezném, a mászóka alá. Ugye uniós előírás, de most ettől a tanévtől még nem kötelező, majd 2008-tól lesz szigorú előírás, hogy minden játék térhez játszók a mászók alá egy olyan védőréteget kell biztosítanunk, hogyha netán a gyerek leesik, akkor ne sérüljön meg, tehát a balesetek megelőzésére. Mi azt tervezzük, hogy ami a legolcsóbb kivitelezés, a fakéregből, ilyen felaprított fakéregből, úgynevezett fa múcsból egy ilyen alapzatot, egy réteget vinnénk fel a mászókák alá, és hogy ez azért ne guruljon le, mert a terepviszonyok kicsit lankásak, de ettől érdekes is maga a játék. Tehát, hogy ne csúszson el, ne folyjon szét ez a fa múcs, kis kerítést kell készíteni. A legolcsóbb megoldás az, hogy elhasznált gumi abroncsokból szeretnénk ezt majd a földbe így körbe ágyazni. Abból szeretném megvalósítani. Illetve, hogy lehessen látni, hogy meddig tart az iskola területe, és a gyerekek sem mászkáljanak át itt a szomszéd kertbe, mert azt is szívesen, szeretettel megteszik. A drótkerítést a gondnokság dolgozói lebontották, balesetveszélyes is volt, és ennek helyére szeretnénk egy fa sort ültetni. A tújából azt tűnik a legegyszerűbb, a leggyorsabb megoldásnak, és Bakos Nehelman Katalin fel is ajánlotta, hogyha veszünk ilyen kisebb a tujákat, ők felnevelik, és akkor kiültethetjük őket. Nem kis szakasz, igazából nem tudom most megsatszolni sem a hosszát, egészen le a fesztivál parkig tartana akkor ez a fasor, de akkor úgy talán rendezett kerete lenne az iskolán területének. Negyedik hete kezdődik már ugye az iskola, beilleszkedtek már az első osztályosok, a bejáró tanulók megszokták már, milyen változások vannak az iskola életében. Igen, a változás az szerintem minden intézmény életében van. Itt tanév elején mi is több változásra kellett, hogy szembenézzünk. A kis elsősök éppen most mentek testnevelésre és órára, és ahogy láttam már a sorakozó jól megy nekik. Nagyon szép rendben, fegyelmezetten vanultak át Timi nénivel a sportcsarnokba. 22 elsősünk van. A B épület alsós termét kapták meg,
én azt gondolom, hogy jól el is férnek. Kicsit csinosítottuk a termet, a beépített szekrények ajtaja helyett csinos függönyöket raktunk, ez a B-épület minden termére vonatkozik, tehát kicsit barátságosabbá szeretnénk tenni a belső épület részeket is. A személyi változásokról szólnék talán néhány szót. A felnőttek terén is volt némi személyi változás. Az igazgató helyettesi teendőket szeptember 1-től árendásni Húj Katalin látja el. Gyenes Dóra tanárnő, aki eddig a 8-osok, illetve tavaly 7. C-sek osztályfőnöke volt, ő kisbabát vár, és az őt helyettesítő tanárnő Tatárról érkezik, Szekér Karola a neve, ő vette át Dóra óráit, és a 8. C osztályfőnöke szeptember 1-től Vünns Lajos tanár úr lett. Mint ahogy említettem már, Palatin Panna elhagyta iskolánkat, a hónaptól kezdve, illetve a múlt héttől kezdődően az Apácai Kiadónak a referenseként dolgozik. Ez annyit jelent, hogy ugyanúgy kapcsolatban maradunk vele, csak nem nálunk tanít, tehát referensi összekötői feladatokat lát el, és bízom benne, hogy ebben az állásában is tudja iskolánkot segíteni. Hát Palatin Anna helyett az osztályfőnöki teendőket Bakos Nehelyman Katalin látja el, a faluti bemondónője. És ugyanígy felső tagozaton is tanít. Illetve hát akkor rólad is mondanék néhány szót, Jóska, kicsit. Hát mindenki tudja, az egész faluba nyugdíjas leszek. Hát előnyugdíjas, én azt mondanám. Végül is van arra lehetőség, hogyha a gyerek létszám annyira csökken, iskolákban, oktatási intézményekben, hogy ha létszám leépítés ne olyan súlyosan érintse a nevelőket, van ez az úgynevezett prémium évek program. Én azt hiszem, ez még egy viszonylag barátságos megoldás a te számodra is. Tehát Prech József tanár úr októberettől a prémium évek program keretében vesz részt, ez úgynevezett előnyugdíjnak is nevezhető. A kémia órákat úgy sikerült megoldanunk, hogy Tardosról jár át egy tanárnő, ő látja a kémia órákat. És köszönjük szépen neked is az eddigi tevékenységet, és természetesen továbbra is számítunk munkádra, hogy eddig is besegítettél, illetve a hírek, tudósítások az iskoláról, az biztos, hogy mindig fontos dolog. Hát elég nagy változások vannak az iskola életében, biztos kedves nézőink is azért hallhatják, a pedagógusok is egy kicsit mozgolódnak, zúgolódnak, egy kicsit elég sok órát voltak a nyakunkban. Ezzel sikerült megbírkozni az iskolának? A birkózás kezdetén vagyunk, igazából annyira hirtelen, rövid időn belül jöttek ezek a jogszabályváltozások, hogy maga a feldolgozása sem volt igen idő. Én említettem is a tanároknak a tanévnyitó értekezleten, hogy augusztus közepéig úgy egészen jól éreztem magam a bőrömben, mert sikerült előkészíteni a tanévet, készen volt az órarend. Tehát úgy vártuk a tanárokat, ahogy azt illik, ahogy azt kell, egy megtervezett, előkészített tanévvel, és akkor jelent meg egy közlöny, amiben mindent úgymond felrúgtak, és a tanároknak egy úgynevezett nem kötelezően előírt plusz 2 órát lehet előírni, vagy erre lehet őket kérni. Ez a nem kötelező az azt jelenti, hogyha ezt a 2 órát nem kérjük a tanártól, akkor semmilyen délutáni foglalkozást nem rendezhetnénk meg. Tehát se szakköröket, se egyéni fejlesztések, korrepetálást, se olyan szakkört, ahol a gyerekeket mondjuk felkészítjük a továbbtanulásra vagy versenyekre. Tehát erre rákényszerül minden iskola, és ahogy aztán a tapasztalat is mutatja, más iskolákban ugyanígy jártak el. Ez annyit jelent, hogy van minden nevelőnek egy kötelező óraszáma, amit megtart, ami is volt írva az órarend szerint, amivel terveztünk is, illetve a délutáni órákra legalább két olyan órát kell mindenkinek vállalni a tanításon túl, amiért nem kap bérezést, de a munkaidőn belül kell ellátnia. Hogy mi is közalkalmazottak 40 órás munkaidőben kell, hogy elszámoljanak bennünket. Tehát nem csak a tanítási órákat kell figyelembe, illetve az otthoni felkészülést, amit eddig sehova nem számoltak. Ezeket a délutáni órákat el kell látni, így a bejárók részére biztosított tanulószobát látjuk el ebből a feladatból, illetve egyéni fejlesztéseket és szakkörüket vállaltak a tanárok ingyen. Azt nem mondom, hogy morgolódás, zúgolódás nélkül, de mivel nekünk a gyerek az első, ezt mindenki tudomásul vette, de bízunk abban, hogy
hogy ennek lesz egy rendezettebb megoldása, tehát nem hagynak bennünket így kétségek között. Én azt gondolom, hogy maga a jogszabályváltozás nem volt igazán előkészítve, és nem volt rá idő hagyva. Tehát, hogyha mindezt idén bejelentik, és jövőre kezdik el a kivitelezését, a végrehajtását, akkor erre fel tudtunk volna készülni, mint intézményvezetők, mind a tanárok. Tehát túl hirtelen volt a változás, és azt mondom, hogy előkészületlenül. De igyekszünk helytállni és megoldani a feladatot, mert mondom még egyszer, nekünk a gyerek az első, az, hogy ő mindenből megkapja azt, ami a továbbtanulásához szükséges. Hát ahogy hallották, kedves nézőink, csengettek már, úgyhogy Marika, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és most jobban ráérek, bármi program van az iskolában, a Falu TV nagyon szívesen áll mindig rendelkezésre. Köszönöm szépen, és feltétlenül meg fogunk keresni, és köszönjük a segítségedet, és még egyszer minden szülőnek, minden nevelőnek, és a gondnokság minden dolgozójának, a Schaubinger Kft-nek, Szalcinger vállalkozónak, hogy, illetve Tressl Andrásnak szeretném még külön megköszönni. Ő a földmunkákat végezte el, hogy a játszótér elkezdődhetett és kialakulhatott, és a folytatását akkor tervezzük a következő évben. Köszönöm szépen, Juska, a lehetőséget. A megyei labdarúgó bajnokság 6. fordulójában Tarján csapata Tátot látta vendégül. Kívánok, kedves nézőink, bajnoki labdarúgó mérkőzés Tarjánban az ellenfél, akik felső fekete nadrágban játszó Tát csapata. Tehát Tarján csapata fehérmezben játszik, az ellenfél Tát. Tarján csapata megszokott összeállításba kezdte a mérkőzést. Nem volt semmi változás, játékos edző, mint mindannyian tudjuk, Monc Ferenc. A mérkőzés játékvezetője pedig Tamási Péter volt. 5 gólt fognak látni, kedves nézőink, és egy jó hír, ebből 3 tarjáni gól lesz, tehát ezzel már is mondtam a végeredményt. 3-2 arányban győztünk Tát ellen. Nézzük akkor az első helyzetet, szabadrugás. Neisszel fut neki a labdának. Nagyon jól eltalálja, Balázs nem tudja hárítani ezzel. 1-0 arányban vezet Tát csapata. Nagyon jól helyezett lövés volt, nem lehetett hárítani. Nézzük akkor az egyenlítő gólunkat. Fuchs Kornél, Heisler, Szabó Sanyi meghúzza a jobb oldalon, beteszi. Kicsit lemaradtam róla, érkezik Monc Ferenc, és gyönyörű gólt lő Feri, a játékos edzőnk. Ezzel 1-1 a mérkőzés állása, tehát gólszerzőnk még egyszer Monc Ferenc. Talán lassítva többet ki lehet venni. Igen. Bal alsó sarokban van a labda. Egy eléggé csúnya jelenet, hát végig is nem volt annyira vészes, Somogyi került a hűre, tagy utólag megtudtuk, elég súlyos sérülést szenvedett Somogyi, a jég az mindenre jó. Táti szöglet következik. Igen, igen, ott lehetett látni, sajnos hozzáért kézzel a védőnk, Tamási meg is adja a 11-est. Az első félidő utolsó perceiben tehát vezetéshez juthat Tát. Neisszel ezt is bevágja második góljával. 1-2, tehát Tát vezet Tarjánban, 2-1 arányban. Szünet van, ahogy láthatják, Somogyi azért már saját lábán hagyja el a küzdőteret. És nézzük mindjárt az második félidő elején egy tarjáni támadás. Egy gyönyörű gólt fognak látni. Fuchs Kornél megszerzi a labdát, Monc Feri kiteszi jobb oldalra, Nagy Árpád, 2-t pattan a labda, és óriási gólt rúg Árpia jobb, hát körülbelül középső részébe. Ezzel a második félidő elején rögtön egyenlítünk, tehát 2-2. Azt hiszem, hogy ezt a gólt lassítva megnézni nagyon tanulságos lesz. Gyönyörűen szorította Árpia labdát. Nagyon szép gól volt.
de lesz ennél még szebb is, kedves nézőink. Táti szabadrugás. És óriási tészt, Straubinger Balázs. Ő is nagyon jól védett ezen a mérkőzésen. Szabó Sándor. Megiramodik a kapu felé. Bent várja a labdát Nagy Árpád, rosszul találja a lövőt, rosszul pattan a füvön, és kimarad ez a helyzet. Nem sikerült még megszereznünk a harmadik gólunkat. Újabb nagy helyzet. Szabó Sanyi szólója fog következni. Tessék csak nézni, hogy cikázik át a védőkön. Egycsel, kétcsel, ott van már, és véd a Táti kapus. Nagyon szép volt Sanyi. És akkor most nézzük a legszebb tarjáni gólt. Szabó Sándor beíveli, Nagy Árpád, és ez egy nagyon szép gól volt. Örül is neki, nagyon Árpád. Megtalálta végre a góllövő cipőjét Nagy Árpád. Ezzel beállítja Árpi a végeredményt, tehát 3-2 arányban győztünk Tátti ellen. Nézzük meg ezt lassítva. Óriási gól volt. Csapatunk ezzel a győzelemmel a táblázatban az 5. helyen áll, ifjúsági csapatunk pedig mérkőzés előtt 2-2 arányú döntetlent ért el. Ők egy kicsit hátrébb állnak a táblázatban a 12. helyen. Gratulálunk, fiúk, csak így tovább, hajrá Tarján! Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ifjúsági csapatunk mérkőzéséből láthatnak részletet. Sárga mezben játszik a tarjáni ifi. Zöld felső részben pedig a pilisvörösvári ifjúsági csapat, közben egy nagyszerű gól. Ifjúsági csapatunk nagyon jól szerepelt a mérkőzésen. 35-22 arányban győztek Pilisvörösvár ellen. Még egy gólt láthatnak, kedves nézőink, Jancsik Márton szerezte, nagyon szép volt, és ez már a felnőtt csapat mérkőzése. Ez a mérkőzés 18 órakor kezdődött. Sebők és Somogyvári játékvezetők bíráskodása mellett Pál Árpád volt az ellenőr. Körülbelül 150 néző volt kíváncsi Tarján Pilisvörösvár mérkőzésre. Sárga mezben, fekete nadrágban látható Tarján csapata, piros mezben pedig a pilisvörösváriak. Egy-két változás is történt csapatunknál, mint mindannyian tudjuk, Ranc Antal elment a TAC-hoz, egy kicsit gyengültünk. Hát ez meg is látszódott sajnos a mérkőzésen. A fél időben is vezetett már Pilisvörösvár csapata, és végül is 24-28 lett a végeredmény, tehát 4 góllal kikaptunk. Tavaly Pilisvörösvárt hazai pályán megvertük. Azért elmondanám, kik voltak Tarján csapatában góldobók, most éppen Rivnyák Zsoltot láthatják, a 7 méteresnél ő volt a legeredményesebb, 8 gólt dobott. Kis Tibor 1 gólt, Klébert már 1 gólt, Palatin Balázs 4 gólt szerzett, Reiner Robert 5 gólt szerzett, és Straubinger Zsolt pedig 2-t. Ahogy az előbb említettem, tehát a legeredményesebb játékosunk Rivnyák Zsolt volt, 8 góllal. Hát sajnos vereséget szenvedtünk, és hadd mondjam, elkedves nézőink, legutóbb vasárnap Gyöngyösön játszott felnőtt csapatunk, ifjúsági csapatunk nem mérkőzött ekkor, és egy elég súlyos 42-25 arányú vereséget szenvedtünk. Tehát 2 vereség, reméljük lesz még jobb is. Hajrá Tarján!
Műsorunk utolsó részében megkezdjük a 15. zenei fesztivál eseményeinek felelevenítését. A mai alkalommal a megnyitó ünnepséget tekinthetik meg. További jó szórakozást kívánva búcsúzok, a viszontlátásra!
És megjelent vendégek, fellépő együttesek, hölgyeim és uraim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a mai 15. Tarjáni Zenei Fesztivál alkalmából. Köszönöm, hogy a rossz időjárás ellenére is ilyen sokan eljöttek és megtisztelik rendezvényünket. Köszönöm Önöknek még egyszer nagyon. Valamennyi lelkes jelenlévőt, aki a zord idő ellenére eljött hozzánk, és ezen a szép napon, mert lesz még jó idő, együtt fog ünnepelni velünk. Köszönöm, hogy eljöttek. Számos, neves, hazai és külföldi együttest. Így mindenki kiválasztatja magának a számára legkedvesebbet. Sajnos, mint látják, az időjárás az idei évben nem a legkegyesebb hozzánk. Ezért a jövőt illetően a Zenei Fesztivál mindenkori szervezőinek időben el kell gondolkodniuk azon, hogy az időpontot esetleg visszaállítjuk az eredeti időpontra, nevezetesen augusztus 20-ra. Mostani zenei fesztiválunk sorrendben a 15. és az előző évek rendezvényei nem jöhettek volna létre a szervezők, szponzorok, egyesületek, vállalkozók, magánszemélyek önzetlen, nagylelkű segítsége és adománya nélkül. Ezért itt és most mondok köszönetet mindazoknak, akik az idei és az eddigi fesztiváljaink érdekében közreműködtek és támogattak bennünket. Köszönjük az eddigi és mostani felajánlásukat is. Még néhány perc, és az idei 15. zenei fesztiválunkat megnyitjuk, de egy sajnálatos hírt is kell közölnöm Önökkel. Néhány órája érkezett a szomorú hír, hogy Jean-Marie Gou, Tarján község díszpolgára,
tragikus hirtelenséggel elhunyt. Jean-Marie Gou 1996 óta községünk díszpolgára, a franciaországi Vesoul városában lévő zeneiskola igazgatója. Fesztiválunk alapító tagja, munkásságával nagyban hozzájárult községünk zenei életének fejlesztéséhez, nemzetközi kapcsolataink ápolásához. Emlékét kegyelettel megőriz. Aber bevor das 15. Musikfest eröffnet wird, muss ich Ihnen eine traurige Mitteilung sagen. Vor einigen Stunden haben wir die Nachricht erhalten, dass Jean-Marie Gou aus Frankreich, Ehrenbürger von Dorian, plötzlich verstorben ist. Jean-Marie Gou ist seit 1996 Ehrenbürger von Dorian, ist der Direktor der Musikschule in Vesoul und ist einer der Gründer des Musikfestes in Dorian. Gedenken wir ihm. Kérem, egy perces néma felállással adózzunk emlékére. Köszönöm szépen! Tisztelt jelenlévők! Ezek után zenei fesztiválunkat, mely sorrendben, ahogy mondottam, a 15. Megnyitom, kívánok valamennyi résztvevőnek nagyon jó szórakozást, bízunk abban, hogy az idő is kegyes lesz majd hozzánk, érezzük azért jól magunkat, mulassunk, kapcsolódjunk ki, jó egészséget, és bízom benne, hogy a következő ennél jobb lesz. Köszönöm, hogy meghallgattak!